Jó estét kívánok! Hogyan zárja az évet a Deponia Nonprofit Kft. És milyen változások várhatók a 2020-as évben? Többek között ezekről is szó lesz a mai esti mérlekben. A vendégem a stúdióban Steigerwald Tibor. Jó estét kívánok! Köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat. Kezdjük sokkal, jó estét kívánok! Mielőtt még belemennénk egyfajta évértékelésbe és egy picit a jövőbe való betekintésbe, egy picit beszéljük meg azt, hogy a Deponia Nonprofit Kft. Milyen szolgáltatásokat nyújt. Egy nagyon pici szeletkéket, ízelítőt adjunk a nézőknek. Ugye van közszolgáltatási hulladékszállítás, hulladéklerakó üzemeltetés és hulladékudvar üzemeltetés. Ezeket egy picit beszéljük el. Jó. Ugye most már 2014 óta lényegében a társaság csak a közszolgáltatással, hulladékgazdálkodási közszolgáltatással és az ahhoz tartozó kiegészítőkkel foglalkozik. Ebben lényegében minden olyan hulladékkal kapcsolatos feladat benne van, ami a lakosság, illetve a közületek, gazdálkodó szervezetek, intézmények, óvodák, iskolák naponta termelődő háztartási vagy a háztartási hulladékhoz hasonló hulladékával foglalkozik. A feladatunk elsősorban a begyűjtés, szállítás és ezen hulladékoknak a kezelése. Az elmúlt években azért az már megszokható volt, hogy ami jó néhány évtizeddel ezelőtt még csak vegyes hulladék volt, ugye mindenki otthon kukába gyűjtötte a vegyes hulladékot, és attól azt kitette az utcára, gyűjtés alapon elszállították a kukások. Azért ez ma már nagyon másként van. Egyre nagyobb hangsúlyt fektetünk az elkülönítetten gyűjtött hulladékokra, vagy kicsit régebbi nevén szelektíven gyűjtött hulladékokra. Ezek sem egyfajták ma már. Többféle ilyen frakciót gyűjthetünk, és ezzel a szolgáltatással a városban mindenki találkozhat. Tehát ugye van a vegyes hulladék, ezt hetente elszállítjuk. Csomagolási hulladék, amit régebben ezt hívtuk ugye szelektív hulladéknak, Székesfehérváron családi házas övezetekben két hetente szállítjuk el, a lakótelepi övezetekben lényegében egy folyamatos elszállításról beszélünk. Lomtalanítás, ugye ez is egy régi fogalom, régi szolgáltatás. Néhány évvel ezelőtt jelentősen változott ennek az összetétele, hisz azt megelőzően mindenki ismerte azt a régi típusú lomtalanítást, amivel még egy-két helyen, sajnos a fővárosban is egyébként még találkozunk, amikor lényegében az egész városban ömlik a szemét. Ugye ezt tapasztalta mindenki. Akkor egy bizonyos napon mindenki kitette a hulladékát, lomhulladékát, és a közszolgáltató pedig jó nehezen összegyűjtötte és elszállította. Ma már ez másként van, egy sokkal szervezettebb, rugalmasabb rendszerben történik, de ezt is folyamatosan végezzük. Illetve amit látunk még a zöld hulladékok elszállítása, amit hasonlóan elkülönítetten gyűjtünk, mint az előzőeket. Ugye erre is egyre nagyobb igény van. Ahogy a városias életmód, akár falvakban is, vagy a nálunk itt Székesfehérváron a családi házas övezetekben egyre jobban elterjed, egyre inkább olyan jellegű zöld hulladékok termelődnek, amiket az emberek szeretnének kitenni és elszállítatni, mint sem, hogy otthon valamilyen módon ezzel bajlódni. Úgyhogy azt látjuk, hogy a zöld hulladék elszállításunk is meglehetősen gyarapszik. Ugye, ahogy ön is mondta az előbb, ezeknek a hulladékoknak a kezelésével is foglalkozni kell. Ez is az elmúlt években egy nagyon-nagyon megváltozott irány. A legfontosabb az, hogy a hulladéklerakókat, amik régen az egyetlen megoldásként jelentkeztek, ezeket elkerüljük. Tehát minél kevesebb legyen az az aránya az összegyűjtött hulladékból, amit lerakással kezelünk. Ez egy olyan, ami azt hiszem, hogy az utókornak hagyunk ezekkel a lerakott hulladékokkal meglehetősen nagy problémát, amit szerintem minél nagyobb mértékben el kell kerülni. Igyekszünk minden hulladéktípust olyan módon kezelni, hogy a hasznosítási aránya annak egyre nagyobb legyen, visszaforgatva ezáltal a hulladékokat a körforgásba, ami egy nagyon-nagyon fontos cél. Ezt ma a körforgásos gazdaság, erről egyre többet lehet hallani. Ennek ugye egyik legfontosabb eleme az, hogy ha már hulladék keletkezik, bár azt gondolom, hogy az a legjobb, ha nem keletkezik hulladék, de ha mégis keletkezik hulladék, akkor azt valahogy anyagában próbáljuk visszaforgatni és úgy hasznosítani, hogy minél tovább benne maradjon ebben a ciklusban. Ez 2019-ben hogyan valósult meg önöknél? És egy picit, hogyha áttekintjük az idei évet, akkor
mi az, ami elmondható? Hulladék mennyiségeket tekintve összességében elmondhatom azt, hogy az utóbbi években látszik, hogy nagyon-nagyon nő a hulladék mennyiség. Tehát hiába van az a törekvés, hogy minden kevesebb hulladékot termeljünk, ez láthatóan egyelőre ez az irány nem látszik teljesülni. Az idei év lesz egyébként az első év, amikor az év során gyűjtött és kezelt hulladék mennyiségünkkel elérjük a 100 000 tonnát. Tehát ezt el lehet képzelni, ez brutálisan nagy mennyiség. Összességében azt látom, hogy most az elmúlt 3 évre visszamenőleg körülbelül éves szinten 5-10%-kal közötti mértékben nőtt a hulladék mennyiségünk, ami összességében nem örömteli. Az viszont, hogy ezen belül az arányok hogyan változtak, tehát például a szelektíven gyűjtött, tehát a csomagolási hulladékot, amik ugye szelektívként ismerünk hagyományosan, az elmúlt 3 évben nagyjából mind 3 évben 15-25% közötti volt a növekedés. Tehát rettenetesen nagy, de azért ha azt mondom, hogy a 100 000 tonna körüli összhulladékból várhatóan az idei évben 9 000 tonna lesz az, amit ilyen szelektív csomagolási hulladékot gyűjtünk össze, azért ebből látszik, hogy ezen még nagyon-nagyon sokat tudnánk javítani. És mi minden történt egyébként a cég házatáján? Ugye a hulladékkal való foglalkozás az a mindennapunk része, számunkra nagyon izgalmas, fontos feladat, de ezen kívül azért egyéb izgalmaink is voltak. Ugye korábbi években is már beszéltünk arról, hogy az önkormányzati társulás, az a Közép-Dunavidéki társulás, amiben Székesfehérvár is tag, ennek lassan elindulnak a beruházásai, és ez 2019-ben ténylegesen el is indult. Ez egy óriási nagy projekt, teljes egészében megközelíti a nettó 20 milliárd forintot. Ennek az egyik legnagyobb eleme a hulladékszállító gépjárműveknek a beszerzése, ami megtörtént, és mi, mint közszolgáltató, ezeket a gépjárműveket használatba vettük ebben az évben. Július közepétől azt láthatják a teljes szolgáltatási területünkön a lakosok, hogy sokkal korszerűbb, csendesebb, sokkal kevesebb hulladékot elhagyó gépjárművekkel üzemelünk, működünk. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ez egy óriási, óriási változás. Soha ekkora fejlesztés, fejlődés nem volt eszközfejlesztés a cég életében, mint 2019-ben. Lényegében azt jelenti, hogy 26 kukás autó és 6 egyéb más hulladék szállító gépjármű az, amit forgalomba helyeztünk július 1-ével. Korábbi években örültünk, ha 1-2-3 gépjárművünk megújult, ez most egy hatalmas változás volt. Úgyhogy ezeknek a használatbevétele, karbantartások, mi egyéb átszervezése, ez nekünk egy nagyon-nagyon komoly feladatunk volt ebben az esztendőben. De ahogy korábban említette, is szükség is van erre, hiszen egyre több a hulladék. A szelektív hulladékgyűjtésről viszont nem elég eleget beszélni. Ugye nagyon sokszor van az, hogy mondjuk iskolás diákoknak, gyerekeknek tartanak, akár a csalai hulladék lerakóra gondolunk, egy-egy olyan napot, amikor betekinthetnek és megláthatják, hogy mekkora mennyiségű hulladékot halmozunk fel, és ebből mi lesz? Így van, hát azt gondolom, hogy egyre nagyobb feladatunk és egyre nagyobb hangsúlyt is fektetünk a szemléletformálásra. Szerintem ebben mi, mint közszolgáltató, hulladékos közszolgáltató eléggé élen járunk az országban. Ez egyik olyan tevékenységünk, amire azt gondolom, hogy méltán lehetünk büszkék. Ennek része például, hogy iskolákban egyre erőteljesebben, iskolában és óvodákban egyre erőteljesebben veszünk részt ilyen oktató tevékenységekkel. Nyílt napot is egyre többet tartunk, tehát az idejében már kellett szeptemberben 2 tartanunk, ahol be tudjuk mutatni a hulladék kezelést, amit ugye az átlag ember nem nagyon lát, hisz a telepünkön viszonylag kevesen fordulnak meg. Úgyhogy korosztályra bontva igyekszünk kisiskolások, nagyobb iskolások körében ezt a tevékenységet népszerűsíteni, megismertetni egyáltalán, hogy miért is van szüksége arra, amit mondunk. Mert amit mondunk, az elszáll, azt vagy elhiszi valaki, vagy nem. Amit viszont be is tudunk mutatni, és ott ugye hatalmas mennyiségben tudunk hulladék hegyeket mutatni, hogy bizonyos hulladékokkal mi fog történni. Annak egyébként még a végtermékét is, vagy az általunk gyártott végtermékét is be tudjuk mutatni. Szerintem ez nagyon szemléletes, és sokszor szinte sokkoló hatású azok számára, akik ott megjelennek.
És volt az idei évben, nem mehetünk el ez mellett sem szó nélkül, hogy a médiacentrummal együttesen készültek olyan kisfilmek, amik tényleg a szemléletformálásban segítségükre vannak, nem csak a gyerekeknek, de a felnőtteknek is. Úgyhogy most nézzünk meg egy pici ízelítőt abból, hogy hogyan sikerültek ezek a kisfilmek, és mi mindent tanítanak nekünk. A tömbházas övezetekben a házakhoz közeli hulladékgyűjtő szigetekre vihetik mind a négy fajta szelektív hulladékfajtát, a vegyes hulladékot pedig a nagy gyűjtő edényekbe kell helyezni. Mit számít vegyes hulladéknak? Például a szennyezett csomagolású hulladék, a higiéniai hulladék, vagy például egyéb szilárd hulladék. De ez a mosdókagyló, amivel az előbb bosont ide a hölgy, biztosan nem. Gyakran szemetelnek rosszul az emberek? Tipikusan gyakran szemetelnek rosszul, például építési törmeléket, vagy ezt a mosdókagylót, ilyen jellegű hulladékot gyakran raknak a kommunális hulladékgyűjtő edénybe. Nézzük meg a szelektív hulladékgyűjtő szigetet. A sárga edénybe helyezhetjük bele a műanyag és a fém hulladékot. Na kíváncsi vagyok, hogy mi került ebbe az edénybe. Hát van itt egy jó kis műanyagszék, végül is műanyag. Rá van írva a kukára, de jó helyre került ez? Nem jó helyre került. Ugyan műanyag, de nem csomagolási hulladék. A műanyag széket a hulladékudvarokba, illetve a lomtalanítás alkalmával helyezhetjük ki. A kis részletből is kiderült, hogy ugye rosszul szemetelünk, és nyilván ez volt a közös célja a depóniának is, és a médiacentrumnak is, hogy ezekre felhívjuk a figyelmet. Milyen visszhangja van egyébként ennek az összefogásnak? Nagyon pozitív, ugye több helyen megosztottuk. Közösségi média azért ma már mindenki életében benne van, mi is használjuk, és azt láttuk, hogy rengeteg megosztással éltek, nem csak magánszemélyek és buzgó környezetvédők, hanem cégek is. Tehát például olyan társcégeink, akik hasonló tevékenységet folytatnak, ők is megosztották és népszerűsítették ezt a filmet. Én erre egyébként nagyon büszke vagyok, ugye nem is az első ilyen együttműködésünk. Én szerintem ez, hogy most ezt a filmet úgy tudtuk elkészíteni közösen, hogy egy kicsit más szemszögből, ennek ez még külön értéke. És szerintem ettől még érdekesebbé válik és vonzóbbá, hogy valaki megnézze. És természetesen a nézők nálunk is sűrűn láthatják ezeket a filmeket. Beszéljünk egy picit arról, hogy milyen változások lesznek a következő évben. Ugye az egyik legfontosabb az a lomtalanítást érinti, de nem olyan nagy a változás. Magát a lomtalanítást folyamatában igazából nem. Tehát az előbb elmondott lomtalanítási tevékenységünk az marad, és azt is gondoljuk, hogy a lomjellegű hulladékoktól való megszabadulása a lakosságnak, arra ez a legjobb módszer. Hulladékudvar az, ami... ahol a lomok egy része megjelenik, tehát ilyen módon a lomtalanítást érinti, ahol 2020-ban szeretnénk változtatást végrehajtani. Ez egyrészt jogszabályból fakadó, másrészt pont a megnövekedett hulladék mennyiséggel és a megnövekedett forgalommal van összefüggésbe. Jelen pillanatban egy hulladékudvarunk van még, az előbb említett projekt keretében egyébként az Újvárhely soron egy másfél év múlva fel fog épülni egy sokkal nagyobb, sokkal korszerűbb, és addig ilyen átmeneti intézkedéseket kellett meghoznunk. Egész egyszerűen nem férünk el a Palotai úti hulladékudvarban, az egy meglehetősen kis méretű, főleg Székesfehérvárhoz képest. Annyi változás fog ezen a területen megvalósulni a következő év január 1-től, hogy a bútor hulladékokat nem fogjuk ezen a területen vagy a telepen átvenni. Ezáltal sokkal nagyobb lehet területünk áll majd rendelkezésre arra, hogy egyéb hulladékokat sokkal szakszerűbbek el fogunk tudni helyezni. Tehát például a lakosságnak képződő veszes hulladék, ami meglehetősen nagy igény van ezeknek az átadására. Ez sokkal biztonságosabban, környezetbarátabb módon fogjuk tudni megoldani. Én azt gondolom, hogy ez egy nagyon fontos szempont. Ehhez azt kérjük a lakosságtól, hogyha a lomtalanításon felül kíván valaki mondjuk bútortól egy cserél kanapét, egyéb olyan szekrényt, és meg kíván szabadulni az előző daraboktól, hogy az csalára szállítsa ki. Ehhez úgyis a kis teherautót, utánfutót, egyebet kell igénybe venni, tehát azt gondolom, hogy azért ez talán nem olyan nagyon nagy kérés a lakosság felé.
viszont ott is díjmentesen fogjuk tudni ezeket a bútorhulladékokat átvenni. Szerintem ez egy fontos változás, jó, ha tudnak róla, remélem, hogy minél kevesebb fennakadást és bajt fogunk ezzel okozni, vagy problémát a lakóknak. És a cégházatájéken lesznek azért újabb beruházások is jövőre. Így van, hát 2020-ban folytatódnak azok a nagyon örömteli beruházások, amik elkezdtek az előző évben. Ezek egy része szintén a társulási önkormányzati projekthez kapcsolódnak. A régen várt hulladékválogató kettő darab is ráadásul, vegyes hulladékválogató és a szelektív válogatónk építése is elkezdődik, és azt remélem az év végéig ez be is fejeződik. Ezzel sokkal korszerűbben, sokkal hatékonyabban és sokkal kevesebb kézi munkaerővel, tehát elsősorban gépi munkaerővel fogjuk tudni megoldani a hulladékválogatását. Hát azt gondolom, hogy érthető módon ez egy nagyon jó dolog és általunk várt megoldás. Még egy fontos folyamat kezdődik. Évek óta beszélünk arról, és tőlem mindig kérdezik azt, hogy mikor költözik ki csalára a teljes cég. Jelen pillanatban a Sörháztéren van a székhelyünk, fő telephelyünk. Ez várhatóan 2021 közepéig meg fog valósulni. Elindult ehhez kapcsolódó építkezések folyamata. Úgyhogy én azt gondolom, hogy tartani fogjuk azt a lépést, hogy 21 közepéig legkésőbb a teljes cég ki fog költözni csalára, és szerintem sokkal hatékonyabban, jobb körülmények között fogjuk tudni a munkánkat végezni. És hát egy fontos szempont, hogy itt a Sörháztéren kevésbé fogjuk a gépjárműveinkkel és egyéb tevékenységeinkkel a lakosságot zavarni, illetve egyáltalán nem fogjuk zavarni. Egy fontos lakossági kérdés, fog-e változni a szemétszedés díja 2020-ban? Én úgy tudom, hogy nem. Jogszabály által meghatározott, én már 2013 óta csökkentett és azon az áron befagyasztott díjakról beszélünk. Én úgy tudom, hogy a közeljövőben, és ez még több évet jelent, nem várható ebben változás. És még mielőtt befejeznénk a mai műsort, egy fontos kérdés, hogy karácsony közeleg, hogyan lehet a karácsonyfáktól megszabadulni? Ez minden évben kérdés, minden évben azt gondolom, hogy probléma. Nem is változik egyébként ennek a rendje, tehát általánosan azt mondhatom, hogy a megszokott módon. Családi házas övezetekben a hulladék naptár szerinti időpontokban gyűjtési napon kell kihelyezni a vegyes hulladékgyűjtő edény mellé, a lakótelepi övezetekben pedig karácsonyt követően igazából bármikor a megszokott gyűjtőpontokra, tehát a vegyes hulladékot, ahol kihelyezik a lakók, mellette a gyűjtőponthoz minél közelebb lehet a karácsonyfákat elhelyezni. Ezeket néhány naponta egyébként járatszerűen mi ezt el fogjuk szállítani. Ha bárkinek kérdése vagy információja lenne, akkor hol találja meg Önöket? Ügyfélszolgálatunkon lehet, telefonon, e-mailben, bármilyen formában. Kérem azt, vegye mindenki figyelembe, hogy az év végén mások is szeretnek csökkentett üzemmódban dolgozni, mi is így fogunk. Viszont január 2-ától teljes erővel mindenkit várunk. Addig is azt gondolom, a legfontosabb honlapunkon szerintem egy nagyon informatív honlapunk van, tehát minden információt tekintettel a sok információra kis türelemmel, de meg lehet találni. Tehát javaslom, hogyha valaki közvetlen információt szeretne a hulladék gyűjtésre szállítása kapcsolatban szerezni, deponia.hu-n elérhetők vagyunk, és ott megtalálja. Köszönöm szépen, hogy itt volt, és további eredményes éveket kívánunk a jövőben. Köszönöm szépen, viszont kívánom. Önöknek pedig köszönjük szépen a figyelmet, tartsanak velünk legközelebb is. Viszontlátásra!